A Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ma december 14-e Szilárd névnapja van. 514 éve született Nostradamus, 9. Károly francia király udvari orvosa, csillagász, misztikus Jós. 442 éve Bátor István erdélyi fejedelmet választották Lengyelország királyává. Most pedig nézzük a nap kiemelt híreit először csak egy-egy mondatban. Elfogadta a 2018-as költségvetést a szerbiai parlament. Megduplázódott azoknak a vajdaságban élő magyar állampolgároknak a száma, akik regisztráltak a jövő évi magyarországi választásokra. Megvettünk egy terméket, és már is elromlott. Mit tehetünk? Tánckánonnal búcsúztatta az évet Magyarország szabadkai főkonzulátusa. Elfogadta a 2018-as költségvetést a szerbiai parlament. A tervezett bevételek értéke 1178 milliárd dinár, a kiadásoké pedig 1207 milliárd. A tervezett költségvetési hiány köztársasági szinten a GDP 0,6%-át, pontosabban 28,4 milliárd dinár tesz ki 2018-ban, ami 40,7 milliárd dinárral alacsonyabb a 2017-ben tervezett költségvetési deficittől. A jövő évi költségvetésre 150 képviselő szavazott igennel, 12 ellenezte, senki sem tartózkodott, két képviselő pedig nem szavazott. A tervek szerint 2018-ban 10%-kal emelik a béreket a közszférában, és 5%-kal az adminisztrációban. A nyugdíjakat szintén 5%-kal emelik. A magasabb bérek és nyugdíjak mellett több pénz jut jövőre a beruházásokra is. Visszaigényelhetik az adót azok a szerbiai polgárok, akik első alkalommal vásárolnak lakást még akkor is, ha az adott ingatlan jelzálog alatt van. Ezt írja elő az adóról szóló törvénymódosítás, amit ma fogadott el a szerb parlament. Az elmúlt időszakban megduplázódott azoknak a vajdaságban élő magyar állampolgároknak a száma, akik regisztráltak a jövő évi magyarországi választásokra. Így már 60 ezernél tart ez a szám. Ezt mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a Pannon Televízió Szubjektív című műsorának. A VMS aktivistái az elmúlt időszakban egy összetett terepi munkát végeztek. A cél az volt, hogy tájékoztassák az embereket, hogy magában az állampolgárság nem jelent szavazati jogot, húzta alá a pártelnök. Pásztor István a műsorban azt is bejelentette, hogy a VMS a jövő évi magyarországi választáson a Fideszt támogatja. Ha valakinek stratégiai partnere van, akkor az nem csak azt jelenti, hogy akkor, amikor nekünk szükségünk van, akkor tudjuk, hogy ki a stratégiai partnerünk, hanem akkor, amikor a stratégiai partnerünk csatában van, akkor tudjuk, hogy vissza kell, hogy segítsük, illetve segítenünk kell. De az elmúlt évek az én számomra azt bizonyították, hogy a Fidesz egy stabil stratégiai partner, amelyikre mindig számíthatunk. Megérkezett Kubába Alexander Vučić, szerb államfő. A havannai nemzetközi repülőtéren Rogelio Siera magasrangú tisztviselő fogadta. A szerb államfő először ellátogatott az egyik híres szivargyárba, majd délután találkozik Esteban László Hernándezzel, a parlament elnökével. Vučić ezt követően előadást tart a havannai egyetemen Szerbia Európában a függetlenség és a szuverenitás őre címmel. Raúl Castro kubai elnökkel holnap találkozik. A két ország közötti jó politikai kapcsolatok alapja a gazdasági együttműködés fejlesztése, nyilatkozta korábban a szerb elnök. A havannai látogatás során aláírják majd a gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodást. A visegrádi négyek csütörtökön arról döntöttek, hogy jelentős pénzügyi hozzájárulást adnak és közreműködést is vállalnak Olaszország megsegítése érdekében, hogy meg tudja védeni tengeri határait, így Európát és Magyarországot is, közölte Orbán Viktor magyar kormányfő Brüsszelben a visegrádi országokkal tartott tanácskozást követően. Orbán Viktor kijelentette, mindannyian tudjuk, hogy Magyarország védi Európa szárazföldi határait, a tengeri határokat pedig Olaszországnak kell védenie. Azon múlik személyes, a nemzeti, a családi biztonság, a gyerekek jövője,
közbiztonsága és terrormentes élete. Hogy sikerül-e a magyaroknak a szárazföldön, az olaszoknak a tengeren megvédeni Európa külső határait, húzta alá a magyar miniszterelnök. Támogatta a Schengeni övezet kibővítését az Európai Parlament a strasbourgi plenáris ülésen. Horvátország, Románia és Bulgária az érintett uniós országok európai parlamenti képviselőinek elvárása szerint már 2019-ben csatlakozhat a határok nélküli övezethez. Mit tehetünk, ha az újonnan megvásárolt műszaki árucikk egyből el is romlik, és még a hivatalos szervizben sem javítják azt meg garanciaidő alatt? A karácsonyi bevásárlás idején nem árt tudni, milyen jogaink vannak ilyen esetben. Nagyon fontos megőrizni a termékkel járó minden dokumentumot, és a rendeltetés szerint használni az eszközöket, figyelmeztetnek a fogyasztóvédők. Jelena Piontek megtörtén mesélt a meghibásodott tűzhelyről, amelyet csak 3 hónapos részletre tudtak kifizetni. Amint először begyújtottak, több hibát is észrevettek rajta. Hiába van garancia alatt, azt mondják, a cég azt nem veszi figyelembe, de még most is ezzel a tűzhelyel kénytelenek beírni. Da se plaća, a da se ne dođe, da majstora trebamo posebno, zašto piše u garanciji, da imate 2 godine garanciju. Ako što god reklamaciju smo pravili, neće da dođete posebno, će da u majstori, da mi majstora posebno moramo da platimo, jer nam se ni uvažila garancija. Az idős házaspárnak még fürdőszobája sincs. Szerény körülmények között kis nyugdíjból élnek, gyógyszereik több mint 5000 dinárba kerülnek havonta. A Zentai Fogyasztóvédelmi Központnál a Pannon RTV-nek elmondták, összesen 30 nap áll a kereskedő rendelkezésére, hogy lezárja az ügyet. Király István, a központ elnöke kiemelte, a 31. napon a vevő minden magyarázkodás nélkül visszakérheti a pénzét. A törvény úgy lássa elő, hogy az úgynevezett vásárlási nyugtával, tehát a kasszablokkal, azután a termékkel, a terméket kísérő egyéb dokumentumokkal, tehát az útbaigazítás, üzembehelyezési kézikönyv, és ami a legfontosabb, a garancia, kitöltött és hitelesített garancia levelet magával kell vinni. A reklamációt követően az adott üzletnek tehát 1 hónapja van megoldást találni a problémára. Ezek lehetnek a javítás, az új termékre való cserélés, az adott összegből új termék vásárlása vagy az összeg visszafizetése. 101.000 eurót nyert az IPA Magyarország-Szerbia pályázatán az oromihelyi közösség. Ennek köszönhetően több fejlesztést is végezhetnek a településen. Az IPA pályázaton 5 település közös projektje nyert, mégpedig összesen 500.000 eurót, amiből oromhelyi közössége 101.000 eurót kapott 15%-os önrészsel. A projekt egyik fő mozzanata a Malom Fesztivál, amelyet jövőre már 5. alkalommal szerveznek meg. A Malom Fesztivál képzi a oromhelyi közösség egyik fő oszlopát ebben a projektben, és még komolyabb erőfeszítéseket tudunk befektetni szó szerint a programba. Hát az, hogy mit éreznek majd a fiatalok és az ide látogatók, nem csak a fiatalok, hanem az összes generáció, és úgy a falubeliek, úgy a régióbeliek, úgy a nemzetközi vendégeink, az talán azok az álmok, amelyek eddig is vezettek minket, csak most idén talán még többet tudunk adni. Orom településének egyik fő objektuma maga a Malom, így a fesztivál is a köré épül. A nyertes pályázat részét képezi a Malom körül kiépülő újabb helyiség, valamint a fesztivál anyagi támogatása és színvonalának emelése. A pályázat célja tulajdonképpen a neve is a Malmok útjai, így lefordítva, tehát ilyen tematikus tevékenységet szeretnénk végezni mindazokkal a településekkel a határon közelségében, akik hátnek van szélmalomja vagy hasonló épülete. Az oromihelyi közösség emellett több IPA pályázatban is részt vállal. Kidolgozásban van egy Románia-Szerbia projekt is, amelynek fő célja maga a Malom épületének felújítása lesz.
Uniós pályázatíráshoz kaptak útmutatást az önkormányzatban, közigazgatásban és a civil szférában dolgozók Újvidéken. A határon átnyúló programok kidolgozásához és a partnerekkel való tárgyaláshoz kaptak jó tanácsokat. A tanfolyamot elvégzőknek ma bizonylatot nyújtottak át. A közigazgatásban dolgozóknak vissza nem térítendő támogatással sikerült megvalósítani azt az 5 hónapon át tartó elméleti és gyakorlati képzést, amellyel bővíthetik ismereteiket az uniós pályázatokról. A tartományi mezőgazdasági titkárság Magyarországgal egy nagy értékű projekten dolgozik, és mint Predrag Rajic, projektmenedzser mondja, szükséges a továbbtanulás. Projekt nosi akronim VASITKA, i vredan je 6 miliona evra, dakle, reč je o strateškom projektu. Tako da je naš cilj bio da što više kadrova, dakle, iz pokrajinskog sekretarijata obučimo, da pomognemo kadrovima koji već imaju neko predznanje, poput mene, recimo, da to znanje uspemo da podignemo na još viši nivo, kako bismo mogli da učestvujemo i još nekim drugim projektima samostalno ili uz pomoć Fonda za europske poslove. A régió megmaradása és fejlődése érdekében kulcsfontosságú az uniós pályázatokon való részvétel. Ovaj program znači je namenjen edukaciji svih polaznika za pisanje evropskih projekata da steknu znanja uopšte o ekonomiji, pravima i politikama Evropske unije, procesu evropskih integracija, šta to znači za Srbiju i Vojvodinu i na koji način da oni doprinesu bržem tom procesu uključenja Srbije Evropskoj uniji. A tanfolyamot sikeresen elvégzett hallgatóknak Pásztor István, az Európai Ügyek Alapigazgatóbizottságának elnöke adta át a bizonylatokat. Kifejtette, a közigazgatásban jelentős változások mennek végbe, és több feladatkör hárul az ott dolgozókra, és ezekkel továbbképzés nélkül nem lehet lépést tartani. Ez egy jó képzés, és az emberek érdeklődnek. Úgy néz ki, hogy a következő iskolai évtől 2 kurzust is tudunk indítani, és mindez azt a célt szolgálja, hogy létrejöjjön az a kritikus tudás és kritikus emberállomány az önkormányzatokban, akik ezeknek a feladatoknak eleget tudnak tenni. A régió fejlesztési programban ezúttal 45 hallgató indult, 37-en szereztek bizonylatot. A jövőre induló kurzusokban 50-50 érdeklődő kap esélyt az ismereteik bővítésére. 2.300.000 dinárral támogatja a szabadkai önkormányzat a város területén idén megszervezett vásárokat és kiállításokat. Az utólagos finanszírozásról szóló szerződéseket ma délelőtt írták alá a városházán. Ha augusztus, akkor Ludasi Fokhagyma Fesztivál. Ezt már nem csak a Szabadka környékén élők, hanem a külföldi vendégek is tudják. A nem mindennapi eseményre a szervezők becslése szerint idén mintegy 3000-en látogattak el. A Ludasi Fokhagyma Fesztivál költségeinek egy részét az önkormányzat most csaknem 400.000 dinárral támogatta. Külföldi vendégeink is szoktak lenni, úgy Románia, Erdélyből, illetve hát Magyarországról, Szlovákiából is érkeznek vendégek, és hát így próbáljuk úgymond örökbíteni ezt a hagyományt, ami összekötünk a Ludasi Fokhagymával. A nyertes vásárok és kiállítások listáján szerepelnek még a bajmoki farmernapok, a biofesztivál, a tavankúti gyümölcsnapok, illetve a szabadkai méznapok is. 22 méhész kiállító volt, és 8 kiállító volt, aki kaptárokat csinál, vagy pörgetőket, vagy ilyen eszközöket. Hát én azt hiszem, hogy nagyon meg voltak elégedve a látogatók, mert bemutattuk mondjuk rá mézbort, a mézsört, sör volt mézből is, akkor fagylajtos méz volt, olyan is volt, akkor mézes kalácsok, úgyhogy nagyon meg voltak elégedve. A támogatási szerződések egyebek mellett hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyi vásárlók és a kisiparosok között egy hosszú távú kapcsolat alakuljon ki. Ennek a pályázatnak az volt a célja, hogy a hazai, a szabadkai kisiparosokat és mezőgazdasági termelők közvetlenül a szabadkai polgároknak tudják eladni a termékeiket, és egy hosszú távú kapcsolat alakuljon ki közöttük, amelynek köszönhetően a haszon az nem a viszonteladóknál fog maradni, hanem a termelőknél. A tervek szerint Szabadka jövőre is támogatja a város területén megszervezésre kerülő vásárokat és kiállításokat.
Ma a Tornyosi, a Burány Sori és a Kevi gazdák írták alá a sikeres pályázatokról szóló szerződéseket az Entai önkormányzattal. A mezőgazdasági visszanemtérítendő támogatással az aszályos nyár következményeit igyekszik enyhíteni a község. A pénzre pedig nagy szükség van, mondják a gazdák. A gazdaságok nagy része már nem először pályázott községi pénzeszközökre. Az önkormányzat idén is a mezőgazdasági fejlesztési költségvetési pénzalapból biztosította a visszanemtérítendő támogatások összegét. Tavaly is pályáztunk a földtámogatást, meg is kaptuk. Az idén is a földtámogatásra kaptuk meg, és majd jövőre állattenyésztésre, birkára, kosra, ilyesmire szeretnénk még pályázni, ha sikerül. A gazdák a pénzt bármire elkölthetik. Vannak, akik az adót fizetik ki a támogatásból, míg mások a folyamatban lévő szántásnál használják fel az elnyert eszközöket. Pályáztam tavaly is, az idén is a vetőmagra, amit meg is kaptam. Nagyon jó jön, ez a kis pénz is, valószínű üzemanyagot fogunk rajta venni. Összesen 1220 pályázatot bíráltak el pozitívan. Minőségi vetőmagra 925-en nyertek támogatást, állattenyésztés kategóriában 241, a juhszakákban 40, míg a méhészetben 14 sikeres pályázó volt. Összességében sikeresnek ítéljük az idei pályázati ciklust, és az önkormányzat a maximális segítséget próbálja megadni ebbe az évbe, tehát ez a pályázat a pályázati összegnagyságával is, a mezőgazdasági termelőknek ezzel is enyhítve az idei hatalmas károkat, amit a szárazság okozott. A támogatás összértéke közel 18 millió dinár. A mezőgazdasági alapot az önkormányzat 2013-ban alapította. Magyar Kanizsa jó évet zárt, befektetések valósultak meg, sikeresen vett részt nagy összegű és határon átnyúló pályázatokon. Fejlesztések voltak a község minden településén, nyilatkozta évértékelőjén Fejsztámer Róbert. A polgármester elmondta, több mint 300 rendezvényt támogattak a községben, mezőgazdasági támogatásokat osztottak ki, több oktatási intézményt és utakat újítottak fel, az infrastruktúrát fejlesztették, valamint a nagy hangsúlyt fektették az ifjúság felkarolására is. Kiemelte, több nagy beruházásra készülnek, egy élményfürdő kiépítését tervezik. Az útra már ráálltunk, úgyhogy ezen fogunk haladni, és az elkövetkező években sokkal többet költeni az idegenforgalom fejlesztésre, nem csak beszélni róla, hanem költeni is rá, és természetesen itt az előbb említettek mellett itt vannak a falvaink, itt vannak a rendezvényeink, amiről szintén beszéltünk, itt vannak a tereink, amiket meg kell újítani, tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy egy kicsit felpesdüljön, felfrissüljön a város, vagy egyáltalán a község. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Véget értek a Hagyományok Háza napok Szabadkán. Legjobb játékosait díjazta ma a szabadkai Spartacus labdarúgó csapata. Előtte azonban lássuk, mi lesz a közügyekben. Kapcsoljuk Loboda Árpádot. Szia, mivel foglalkoztok a mai műsorban? Szerbusz, Monik, köszöntöm a nézőket. A mai közügyekben azzal a témával kezdünk, hogy hetekkel ezelőtt bezárták a péterrévei rendőrállomást, a helyiek pedig a közbiztonság romlása miatt aláírásgyűjtésbe kezdtek. Ezután azzal a témával foglalkozunk, hogy Kishegyes községben vasárnap helyi közösségi választásokat tartanak, beruházásokról és tervekről is szó lesz. Évértékelőt tartunk ezután a Prosperitáti ügyvezetőjével, majd bemutatjuk Vajdaság első ipari parkját, a 11 éve működő Topolyai Ipari Parkot. Műsorunk végén pedig azzal a témával is foglalkozunk, hogy hamarosan megkezdi a munkát a regionális hulladékkezelő. Tároló. Megnéztük, hogy hogyan állnak a munkálatok. Ezek lesznek a közügyek mai témái, tartsanak velünk. Árpi, köszönjük szépen! A Magyar Állami Népi Együttes tegnap este bemutatta Tánckánon Homás A. Kodály Zoltán című előadását a Szabadkai Sportcsarnokban. A rendezvényt a Hagyományok Háza napok keretében szervezték meg. Ezzel búcsúztatta Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa a 2017-es évet. 2017 Kodály emlékév,
Ebből az alkalomból már több eseményt is rendeztek Vajdaságban, így Magyarország szabadkai főkonzulátusa a hagyományos évvégi zárókoncertjének témájául is Kodály Zoltánt választotta. Fontos a több ezer éves hagyományokat a közönség elé tárni és megmutatni annak szépségét, ezúttal Kodály Zoltán kapcsán, mondta Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője. Az előadás címe Tánckánon omázs, tisztelgés Kodály Zoltán előtt. Az együttes új produkciójában a magyar zeneszerző gyűjtései, művei, valamint átiratai szólaltak meg. Produkciójaikat gyakran bemutatják a határokon túl is. Ez nem csak a határon túli magyaroknak fontos, hanem nekünk is. Az én fiatal táncosaimnak is nagyon fontos a lelki épülésében, hogy érezzék meg, milyen a kisebbségi lét, milyen ott táncolni, és milyen felemelő együtt lélegezni az itteniekkel, és aztán végképp nem gondolni semmilyen határra. A rendezvény egyben jótékonysági esemény is volt. A szabadkai főkonzulátus már évek óta támogatja a vajdasági lurkóházakat üzemeltető Poverello alapítványt. A mai estén is az eddigi gyűjtött adományok és a ma este össze gyűjtése kerülő adományok is átadásra kerülnek, illetőleg az idén készültünk egy másik meglepetéssel is, az pedig, hogy a főkonzulátus egyik gépkocsiját szintén a Poverello alapítvány részére adományozzuk. A lurkóházak számára nagy segítség a felajánlás, ugyanis a jelenlegi autójuk már kicsinek bizonyult, mondta Harmad Károly atya, a lurkóházak képviselője. Dreán, Hajdújáráson és Óbecsén működik ilyen intézmény. A Poverello alapítvány majdnem 70 gyermeknek biztosít meleg ételt és foglalkozásokat. Véget értek a Hagyományok házanapok Szabadkán. Ma gyermekeknek tartottak előadásokat, kulturális foglalkozásokat a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar épületében. Az általános iskolások bővíthették ismereteiket a néphagyományokról. Ronybabát készíthettek a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkarba érkező diákok, olyanokat, amilyenekkel dédanyáink is játszottak. Emellett számos programon vehettek részt a gyerekek. Zenéltek, akkor táncoltak, meg volt egy olyan, amikor hangszereket mutattak be. Volt az, amiben mi is bírtunk táncolni, meg játszani. Mi tetszett neked a legjobban? Az, amikor a legények úgy hangosan dobbantottak. És miért? Mert szeretem a hangosat. A Hagyományok háza nagy hangsúlyt fektet különböző foglalkozások szervezésére. Mi igyekszünk olyan gyerekprogramokat összeállítani, ahol minél komplexebben, minél sokszínűbben tudjuk egy gyerekprogramon belül a néphagyomány különböző területeit, a zenét, a táncot, a viseletet, a kézművességet, az élőszavas mesemondást megmutatni, vagy nehogy Isten a jelesnapi szokásokhoz kapcsolódni. A Hagyományok háza hálózatának kiépülése 2017. januárjában kezdődött el. Rendezvényeiket az egész Kárpát-medencébe eljuttatják, támogatják az ott élő magyarság néphagyománnyal kapcsolatos rendezvényeit és tevékenységeit. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha a magyar-magyar kapcsolatokat meg tudnánk erősíteni, tehát az, hogy utazzanak egymáshoz amatőr együttesek, és erre is láttunk már jó példát, hogy a vajdaságiakat eznek Erdélybe, viszont hívják őket a szakemberek, sokkal jobban mozognak és adják át a tudást. A kétnapos szabadkai rendezvényt sikerként könyvelték el a szervezők, és az egész Kárpát-medencéből is pozitív visszajelzéseket kaptak. Pedagógus képzések, táncházak indultak el, valamint egy kézműves adatbázis létrehozásán is dolgoznak. Az Aracs című folyóirat Álomhava című különszámát mutatták be tegnap este a Zentai Alkotóházban. Az újság az azonos címet viselő Bicskei Zoltán által rendezett film alapján készült el. A lap gerincét gazdag képanyag képezi, emellett egy részlet is megtalálható benne a forgatókönyvből. A rendező szándékairól és elképzeléseiről is olvashatunk a különszámban, valamint a nyár végéig megjelent kritikák és helyet kaptak a lap hasábjain.
A folyóirat 2001-ben indult útjára, és évi 4 alkalommal jelenik meg, jeles dátumokhoz kapcsolódva. Március 15-én, június 4-én, augusztus 20-án és október 23-án. Ez volt az első alkalom, hogy a lapnak külön száma jelent meg. Bicskei Zoltánnal nagyon régóta ismerjük egymást, és én mikor láttam fotókat az ő készülő filmjéből, és aztán később sikerült a teljes filmet megtekintenem, akkor pályáztunk a Magyar Művészeti Akadémiánál a külön szám támogatására, és hál' Istennek a pályázatot megnyertük, és ennek köszönhetően jelenhetett meg az Álomhava külön szám, ami azt hiszem egy nagyon fontos szegmense a délvidéki kultúrának, ugyanis egy olyan filmmel találkozhatunk az Álomhava filmet illetően, ami még erre a mi vidékünkön soha nem készült. Ilyen jellegű film nem csak nálunk, hogy nem készült, hanem talán az egész Kárpát-medencében. Megnyílt Winkler Imre és Újházi Adrien Mag című kiállítása Szabadkán a Városi Múzeumban. A jeles szabadkai festőművész és a fiatal, tehetséges akadémista kiállított munkáin összefonódnak a múlt és a jelen vizuális formái. A közös tárlat Winkler Imre halálának 50., valamint születésének 90. évfordulója alkalmából készült. Amíg Winkler festészetében az akt, a tájkép, a városkép és a csendélet mellett a portré is megjelenik, addig Adrien festményeinek fő motivuma a tojás, a búza és a női aktok, illetve mindenféle más termékenység szimbólum. Ezek mondjuk installációk vagy élőképek, olyan értelemben élők, hogy élő anyagból készültek, amelyek meg lettek állítva egy pillanatban. Hát nekem nagyon izgalmas az, amivel foglalkozik. Újházi Adrien Winkler Imre festőművész családfájának 3. nemzedéke. Középiskolás koromban tudtam meg, hogy rokonom az Imre. Tiszta véletlenül jutottam ehhez, mikor nagy támmal a régi képeket nézegettük, és ráfutottam egy ilyen szimpatikus úriemberre, egy régi fehér-fekete képet, amikor így elővettem, és így láttam, hogy hú, ki ez, ezt meg kell ismernem, és akkor nagy tám mondta, hogy hát ez a rokonod. Ninkov Kovacsa Volga, a Városi Múzeum művészettörténésze elmondta, az intézménynek fontos, hogy az itt látható anyagokat, meglévő képeket egy kortárs művész által éltesse tovább. Ennek apropóján készült ez az emlékkiállítás is. Győzelem nélkül egy-egyes mérkőzést játszottak a Partizán és a Crvena Zvezda labdarúgói szerdán este Belgrádban a Superliga 22. fordulójában. A Zvezda megtartotta 9 pontos előnyét a fekete-fehérekkel szemben. A két csapat harciasan játszott, de egyik sem elégedett a teljesítménnyel. A mérkőzés inkább a szurkolók tömegverekedéséről marad emlékezetes. Az első félidőben a déli lelátókon verekedés tört ki, melyben legalább 20-an megsérült. Több mint 10 percig tartott a rendbontás, aminek a csendőrök vetettek véget. Több szemét őrizetbe vettek. Legjobb játékosait díjazta ma délután a szabadkai Spartacus labdarúgó csapata. A kék galambok kiváló őszi szezon tudhatnak maguk mögött, ugyanis közvetlenül a Crvena Zvezda és a Partizán mögött a táblázat 3. helyéről várják a tavaszi folytatást. 11 győzelem, 7 döntetlen és mindössze 4 vereség. Ezzel a mutatóval zárta a szabadkai Spartacus labdarúgó csapata a Superliga őszi szezonját. A kék galambok kiváló játékuknak köszönhetően továbbra is a 3. helyen állnak a bajnokságban. Ehhez a teljesítményhez Gyorgye Ivanovics is nagyban hozzájárult, akit a Superligában szereplő klubok edzői, illetve csapatkapitányai a bajnokság legjobb játékosának választottak. A szabadkaiak kiválósága csütörtök délután a Spartacus labdarúgó klub legjobb játékosának járó díját is átvehette. Mnogo sreća zbog toga, ali mnogo truda sam uložio, to iskreno nisam se nadao da će to baš biti ja, jer obično u našem prvenstvu uvijek bude neko iz Zvezde, Partizana, tako da iskreno nisam očekivao ovo i mnogo mi je drago zbog toga. A Spartacus labdarúgó csapatának kiváló játéka komoly kötelezettséggel is jár, mondta az ünnepélyes díjátadót követően a klub vezetőedzője.
Sadašnja situacija je lepa, ali nas ona obavezuje, jer smo podigli neku lestvicu kriterijuma i sad se od nas očekuje da u svakom momentu opravdavamo ovo što smo radili, a u sportu sve ono što je već danas, ono je prošlo, tako da moramo da se okrenemo već 9. januaru i početku priprema i da pravimo onako plan i nastavimo u ovom ritmu kojem smo radili u ovom delu prvenstva. A Spartakusz labdarúgó klub által szervezett díjátadón a legszebb gólért járó díjat Mile Szávkovics, a legtöbb gólpasszért járó elismerést pedig Nemanja Nikolić vehette át. Eddig tartott a híradó. A legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Elfogadta a 2018-as költségvetést a szerbiai parlament. Megduplázódott azoknak a Vajdaságban élő magyar állampolgároknak a száma, akik regisztráltak a jövő évi magyarországi választásokra. Megvettünk egy terméket, és már is elromlott. Mit tehetünk? Tánckánonnal búcsúztatta az évet Magyarország szabadkai főkonzulátusa. Köszönöm szépen a figyelmüket! A pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Most következik a közügyek Loboda Árpáddal. A hírháttérben szó lesz arról is, hogy továbbra sincs rendőrös Péter révén, és hogy mit tehet az önkormányzat. Utána Kalamár is hitünk. A szubjektív vendége pedig Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A híradót követi a Közelkép, majd Szat. A késő esti híradó után a Budapest Dunadíj átadót láthatják felvételről. A Pannonrádió hangárában Bödő Robi pörgeti a lemezeket, 8-tól jön Kis János Manó és a legnagyobb retro slágerek, 22 órától pedig Rocky Dills Coffee-val. A Szabadkai Magyar Rádió holnap reggeli napindítójában azzal is foglalkoznak, hogy helyi közösségi választás lesz a hétvégén Bács-Fekete-hegyen. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!